Az egyik csapat éppen a terepversenyről érkezik. Mint mondják, nehéz feladatokat kellett megoldaniuk a 20 kilométer alatt, és várt még rájuk az akadálypálya is, elméleti és gyakorlati feladatokkal, köztük zenefelismeréssel és vizesárokkal. Voltak ilyen kérdések, amiket kellett válaszolni, meg... hát volt olyan, hogy át kellett menni egy folyosón, amin zsákok voltak lerakva. Az idei versenyre rekordszámú 52 lovas nevezett, akik főképp Baranya és Tolna megyéből érkeztek. Nagyon szimpatikus elméleti és gyakorlati feladatokat kell végrehajtanunk, ami a ló genetikájával kapcsolatos, lovagláshoz kapcsolódó elméleti kérdések, és leginkább ügyességi feladatok, ami egyrészt a lovas ügyességét teszi próbára, másrészt a lónak a bátorságát, idomítottságát és a feladatokhoz való hozzáállását. A kisbudméri lovas találkozót és lovas akadályversenyt 5 évvel ezelőtt rendezték meg először, azóta megduplázódott a résztvevők száma. Pénteken szoktak érkezni lovasok, aki lelovagol, illetve lószállítóval lejön, ők itt alszanak, vacsoráznak, másnap reggel ugye egy menetlevelet kapnak, kimennek egy 20 kilométeres terepre, ahol 4-5 állomást felállítunk, különféle feladatokkal van ügyességi, illetve elméleti feladat is, és utána bejönnek ide a pályára, és akkor itt van 5 feladat, különféle vicces, ügyességi, lópróbáló, emberpróbáló feladatok. A versenyen a ló és lovasa ügyességét egyaránt próbára tevő feladatokban nem volt hiány.